Én azt gondolom, hogy kevés az, hogyha évente egyszer találkozunk. Nagyon jó, hogy van lehetőség arra, hogy évente több alkalommal is megismerhessük a szakma újdonságait, mert a fogászat egy nagyon dinamikusan fejlődő szakma, és ez különösen így van napjainkban. Dr. Jakab András vagyok, 2020-ban szereztem fogorvosi diplomát a Szegedi Tudományi Egyetemen, és azóta fogorvosként dolgozom Szentendrén magárendelőben, illetve PhD tanulmányaimat csinálok szintén a Szegedi Tudományi Egyetemen, és ott folytatunk kutatói tevékenységet Fráter Márk adjunktus úr téma vezetésével. Az idei rendezvénynek szerintem nagyon nagy előnye az, hogy egyrészt nagyon gyakorlati előadások vannak, nagyon gyakorlati kurzusok vannak, illetve hogy az előadói gárdában megtalálhatóak azok a rutinosabb előadók, akiktől már nagyon sokat tanulhattunk a korábbi években, illetve van egy-két olyan fiatalabb előadó is, akik nagyon friss lendületet hoznak az előadásokban. Szerintem azt mondhatom, hogy kivétel nélkül olyan előadók lettek meghívva, akik valamilyen téren, nagyon magas szinten tudnak beszélni az adott témáról. Szerintem ez egy nagyon magas színvonalat képviselő konferencia, és külön jó, hogy van egy plusz egy konferencia évközben, így egy picit frekventáltabban tudunk találkozni, picit gyakrabban tudjuk átbeszélni a szakma újdonságait. Még egyszer igazából a gyakorlati előadásokat mondanám. Olyan előadásokat kapunk itt most, amiket a mindennapi klinikai gyakorlatban át tudunk ültetni, be tudunk integrálni, és ezzel a mindennapi workflow-nkat tudjuk javítani, egy picit frissíteni. Alapvetően én nem tudom, hogy mennyire magányos a fogorvosi szakma. Szerintem nem az. Fogorvosként egy teamben dolgozunk a rendelőben is, körbevesznek minket az asszisztensek, fogtechnikusok. Én nem érzem magamat munka közben magányosnak. Igazából a rendszeres rendezvények, konferenciák inkább én azt gondolom, hogy azt segítik elő, hogy azt a mindennapi tapasztalást, amit a rendelőben kapunk, meg tudjuk osztani egymásról, és ezáltal sokkal szélesebb körben tudunk tapasztalni, sokkal több gyakorlati információ a rendelkezésre, mint amit a mindennapi praxisban meg tudunk szerezni. Azt gondolom, hogy érdemes ezekre a konferenciákra ellátogatni, érdemes az előadásokon részt venni. Én azt gondolom, hogy kevés az, hogyha évente egyszer találkozunk. Nagyon jó, hogy van lehetőség arra, hogy évente több alkalommal is megismerhessük a szakma újdonságait, mert a fogászat egy nagyon dinamikusan fejlődő szakma, és ez különösen így van napjainkban.